Április 8-án a Benedek Gábor Városi Sportcsarnokban rendezte meg a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség és a Magyar Vöröskereszt Tiszafüredi Területi Szervezete általános és középiskolások számára a közös katasztrófa védelmi és első segély vetélkedőt. Most egy összefoglalót láthatnak ebből az érdekes versenyből. A két különálló, de sok ponton összefonódó szakterület egyik részének versenyfelhívását a Magyar Polgári Védelmi Szövetség tette közzé. A szervezet felmenő rendszerű, országos katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt hirdetett meg a 2015-16-os tanévben általános és középiskolák 5.-13. évfolyamos tagjai részére. A verseny célja az volt, hogy az abban résztvevő tanulók elméletben és gyakorlatban, játékos formában, az életkori sajátosságoknak megfelelően adjanak számot az elsajátított veszélyhelyzeti ismereteikről, a mentésben való jártasságukról. A versenyt helyi, területi és országos szinten hirdették meg. A másik versenyt az elsősegélynyújtás oktatásáért alapítvány, a Magyar Oxiológiai Társaság, az Országos Mentőszolgálat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Védőnők Egyesülete hirdette meg, amelynek célja a hazai elsősegélynyújtás népszerűsítése, szemléletformálás és az elsősegélynyújtás aktuális szakmai elvárásainak közvetítése volt. A vetélkedő hivatalos neve Országos elsősegélyismereti verseny 2016. A verseny megnyitóján tapasztaltuk, hogy a különböző területeken dolgozó szakemberek komolyan vették ezt a gyermekek számára meghirdetett vetélkedőt. A versenyzőket először Molnár László alezredes, a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője köszöntötte. A fiataloknak elmondta, hogy a kétféle egy időben lezajló vetélkedő lebonyolításában a Vöröskereszt, a mentőszolgálat, a védőnői szolgálat, a katasztrófavédelem és ezen belül a tűzoltóság szakemberei vesznek részt. A jelenlévő 5 csapat között 4 általános iskolás, a Tiszafüredi Kossuth Lajos általános iskola és a Nagy Iváni iskola és 1 középiskolás csoport volt. A középiskolások érdekes módon nem egy iskolát, hanem Nagy Iván települését képviselték. Az alezredes elmondta, hogy mindkét verseny felmenő rendszerű, a katasztrófavédelmi megyei vetélkedőre április 14-én kerül sor, az elsősegély versenyen továbbjutók április 22-én Szajolban vesznek részt a következő megmérettetésben. A csapatokat köszöntötte Varga Sándorné, a Magyar Vöröskereszt Tiszafüredi területi munkatársa is, aki az elsősegélynyújtó verseny lebonyolítását ismertette. A jelenlévők a csarnok előterében 2 teszt megírásával kezdték meg a munkát, majd 3 gyakorlati feladatot kellett megoldaniuk. A versenyfeladatok égési sérült, túrázás közben bekövetkezett és egy játszótéri baleset sérültjének ellátását tartalmazták. Ezek közül a 3. a katasztrófavédelmi versenybe számított bele. Mivel ezek a gyakorlatok szakszerű munkát vártak el a résztvevőktől, egy munkavédelmi, balesetvédelmi oktatásra is sor került. Ecsedi Sándor tűzoltó százados, a Karcagi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnok helyettese hívta fel a gyerekek figyelmét a mobiltelefon elhelyezésére, az ajánlott hajviseletre, a munkavédelmi kesztyű és a lapát használatára, a megfelelő öltözékre, például a riasztójel bemutatásakor. Molnár László alezredes a katasztrófa védelmi verseny feladatait ismertette, amelyek között volt nyulgát építés, iparbiztonsági feladat, túlélő csomag összeállítása, riasztójel leadása, tűzoltó tömlő gurítása és mentőkötél szabályos tárolásának bemutatása. A verseny előkészítéséről a szervezők elmondták, hogy a csapatok megadott szakirodalomból készültek föl, illetve megtekintették a mentőállomást és a tűzoltó parancsnokság épületét, illetve megismerkedtek az ott folyó munkával.
A résztvevőket a támogatóknak köszönhetően 10 óraival és ebéddel vendégelték meg, a legjobbak az iskolai munkához szükséges eszközöket és egy csoki tortát is kaptak. A nagyiváni középiskolás csapat számára ez egy jó gyakorlat volt a megyei versenyekre, hiszen nekik most nem volt ellenfelük. Az általános iskolásokat az elsősegélynyújtó megyei versenyen a Kossuth Lajos általános iskola egyik csapata képviseli majd. A szervezők elégedettek voltak a fiatalok tudásával, teljesítményével, és remélik, hogy jövőre több tiszafüredi iskola jelentkezik majd a vetélkedőre.